Egy picit beáztatjuk a higany koridózatba az orrfóliát, ezt is lemosom vízzel. És ráhelyezem egy petri csészére. Picit várni kell vele, közben megnézzük, hogy mi történt a drótokkal. Ez volt az, amelyikben ugye beletettem a higany oldatba, ez pedig a kontroll. A jobb oldali, tehát ami itt van, a jobb kezemben, itt lehet látni, hogy pezseg, nem tudom, hogy a kamera mennyire mutatja, míg a másik egyáltalán nem. Közben bemutatok egy másikat, amit egy korábban készítettem. Ez már egy kicsit korábban történt. Itt nagyon jól lehet látni a buborékokat. Teljes egészében jól látszik, hogy fejlődik a hidrogén. És ugye az is látszik, hogy az alumínium, az már az alumínium oxid, teljesen megfestette az oldatot. Közben nézzük meg, hogy látszik-e már valamilyen változás az orrfóliánkon. Hát, ez a helyzet, igen. Az orrfólia több helyen kiukadt. Pehelyes csapadék keletkezik, és egy idő után ez a fólia teljesen szét fog porladni. Már lehet látni, hogy esik szét. Közben bemutatok egy korábban elkészített fóliadarabot. Ez tegnap keletkezett. Lehet látni, hogy már teljesen szétporlott. Ezt már nem érdemes csomagolásra használni. Közben az előbb elkészített fólián már kezd teljesen tönkre menni. Jól látszik, hogy több luk is van rajta már.